nem olyan, mint régen. Nincs béke, nincs nyugalom. Rémséges rémek tartják rettegésbe a kis erdélyeket. Kezdődik a rémuralom! Legjobban egyik fél, neve már csak annyi, félő rém. Bezárkózott odajában. Itt kezdődik a cselekmény. Riogatunk éjjel-nappal, hatalmas fákat mentegetünk, és mikor majd miénk lesz az egész világ, rém kacagban ünneplünk. Ha nem bírom már célnával, nem akarsz tovább rettegni. Állj be közénk, légy te is rém, úgy nem kell tovább szenvedni. Micsodát? A szörnyetes világot.
Azt a helyet, ahol még nem tették be a lábuk az elének. Ahol még hírüket sem hallották. Van jegy. Kell lennie, megkeresik, mert már nem lehetünk. Igaz, igaz, eléggé elnyásatunk az utóbbi időben. De ha fölvágunk a fejüket, és úgy forradjunk tovább, akkor nem látunk semmit. Rémeket sem. Pontosan. Így, ha csupán csak csöndben, csupálgatjuk a török csinevészágokat, és nem törődünk semmi mással, akkor talán nem eshet bajunk. Már pedig én nem vagyok hajlandó a földbe dugni a fejemet és befogni a számot. Mi fogunk takarítani a szörnyek után? Mit fogjuk rendbeadni a világot, amit elrontanak, amit elpusztítanak? Hatabban! És elvigyünk a saját kisebbet, hogy cukkokatunk! Egy nagy felét! Elvigyünk a francba! El kell mennünk! Ne siessetek meg a lábuk! Legalább egy búcs után, még egyszer, utoljára! Hozott egy kiseket a teát. Ez így nem az igazi. Ha felreállunk, akkor sem. A teához mindig hozzátartozott ő is. A meséi, a történetei. Mióta nem hallottunk már egyet sem? Kihívjuk? Nem jön. De megpróbálhatnánk. Te akarnánk egy csészetát, hát attól meg nem kedve. Felejtsd el. De hát ha, búcsúzni. Reméltem. Azért próbáljuk csak, te ítettem meg. Hé, ahó! Halihó! Hola, bent vagy? Nem. Mit nem? Semmit nem. Nem vagyok ide bent. Tőlünk nem kell félned. Mi vagyunk? Csupáncok! Torhanyok! Rakoncok! Tudni akartuk, érzem még, hogy meghaltál. Meghaltam! Nem is ezt akartuk tudni. Nem mindegyit akartuk tudni, egyszer úgyis meghalt. Szegényke! Fint minden kell, hiszen? Ha szőr, a
csináltok? Gondoljátok, hogy mit tesztek! Kínálom ott akarít, ha csak mi maradunk, el sem búcsúzunk! Már nem búcsúzunk! Viszlát, viszlát! Viszlát!
Miért? Most mi a neved? Szilvi. Különös név. Igaz név. Tulajdonképpen mitől félsz ennyire? A szörnyektől! Csak ott hercsegnek mindenfelé! Amit reggel felébredek, és kint a rádió, hopp, már is egy szörny! Aztán kikukkantok az ablakon, hopp, már is egy másik! A szeme sárga, négy hosszú farka van, fent, hopp, a fák tetén! Aztán bekukkantok a fürdőszobába, és egy tányérfő, hogy micsoda bujkált az orrom! Előttek áll a folyóba, és ez egy kicsit rám, mielőtt eltűnnek! Egy ide már az ablakon sem dugom ki az ormat reggelente. Hát hogy is tehetnéd, hiszen beneszkászol? A fürdőszoba meg... Már nem is műtesz? Egyedül nem így próbálok, csak mivel állandóan kereszkedek, nem ide tudok. A víz ugyanis egyedesül a zuhajrózsába jönnének, hol ide, hol oda tudok. Hát ez a helyzet. Valami szívdejtő. A könyveimmel kezdődött az egész. A messzeföldön híres könyvtárakba? Pontosabban a történeteimmel. Egy napon tanakodni kezdtem. Belép részkelte magát a gondolat, és nem tudtam félre szabadulni. Hogy amiben hiszek, az lehet nem is úgy van. Talán nem biztos, hogy mindig győznek a jók, talán nem biztos, hogy a szörnyek mindig alul maradnak. A történetekben persze igen. De a valóságban hallgattam a rádiót, és a rádióból is egyre többször mászott elő. Szörnyben mondók, rémhírek! Az éter már az övék, az bizonyos. Így aztán hiába kerestéltem a skálán azokat az állomásokat, ahonnan ezelőtt távoli vidékekről gyönyörű zenéket és történeteket közvetítettek. Lassanként elhallgatott mind. Onnan is csak a rémek sugároznak. Hát persze, ha egyszer azok a kis erdők már nem is léteznek, elfoglalták mindenük. És most mi jövünk? Az utolsó kis erdő lettünk. Nekem bármit nem fér a fejembe, hogy eddig miért nem rohantak le minket. Miért kímeltek éppen bennünket? Mi az, ami visszatartotta őket? Barátaim, rossz hírrel érkeztem hozzátok, nagyon rosszak. Szerte a világon köztudott, de ez itt az utolsó szörnyetes kis erdő. És küszöbön áll a rémek támadása. Lehet, hogy napok, lehet, hogy csak órák kérdése. A kis erdő valamennyi bejáratának hernyó talpa, savó szemű köcsökfejek állnak. És csak a jelre várnak. Eddig kizárólag a történetek, és a könyvtárért nem támadtak. Az én könyvtárom miatt nem értem! Te történeteid ugyanis egytől egyig arról szólnak, de jók győzelemeskednek, a rosszak pedig alul maradnak. És a szörnyek pedig ki nem állhatják minket a meséket. És a te könyvtárad az egész világ legjobb ilyen fajta gyűjteménye. Szörnyriasztó hatása van. Csak hogy olyan régen nem olvastál, olyan régen nem is értem, hogy a történetek elhaványoltak, hatások elvárolhatók. Most már értem, hogy a félelmem régen. Így hát aztán jönnek. És mondd, honnan tudod te mindent? Hát a kis erdő határán mindenki tudja. De hát ezek szerint ott csak szörnyek vannak. Akkor mégis csak megesett a szörny, vagy nem magad is? Nézzetek rám! Úgy nézek én, mint egy szörny. Azért jöttem vissza, hogy figyelmeztessenek benneteket. Köszönöm rá a támogatást, és a könyvtárat akarják! A könyvtáramat? Nem mondom, nem! Ugyan mit tehetnél ezzel, hogy hernyó talpa, savószemű köcsökfej ellen, és akkor még nem is beszéltem a tömérdek lötkös pucmájról, meg a farkába járó tripla dobáló akadályokról. Szóval, ha jól értettem, eddig az ennyi. Szóval, történeteknyel, gyerek félelék, olvas, mondj egy történet, mindegy, kicsoda, hogy bármi. Yeah.
Elolvastad a rémbetétvát is. Csupa vagy betűnök? Akkor most mi lesz, hogy tudjuk sok a könyvtárammal? Én tudok egy megoldást. Mi micsodát? Amivel megmentheted magad és a többieket. Téged nem? Vaj, egy szóval mi nyájunkat. Egy megoldás van. Elsőre különösöknek meg fog látszani. Csak ha mélyebben belelátsz fejtetek, meg mélyebb értem. Nyerj már ki! Figyelj rám, drága barátom, én sem szeretem a szörnyeket, de a szörnyek szeretik egymást, tehát szörny a szörnyek nem válják vissza még. Utálom a közhelyeket és a közmondásokat. De hát csak is akkor nem kérsz majd többi, ha te magad is szörnyé válsz. Én. A félőlé? A mi barátunk? Hát nézd, nem... Nehéz szívvel tanácsolni ért az ember legvégébb és legjobb barátjának, de ahogy nézlek, hát rajta már más nem segít. Akkor most mi lesz velük? Szerintem csak annak igaza van. Mert bocsánat, egy elvérzés az. Akkor most mi lesz velük? Mi lesz velük? Nézd! Rossz lenne rátizni akkor is, hogy a szörny vagy, meg így is. Csak akkor legalább már nem félnél tőlük. Igen. És... Csak félelmet. Te riogatsz majd másokat? Nem, riogat meg téged. Mondjuk még ez is? Hát igen. Másokat riogatni, hát hogy jövök én ahhoz? Ez esetben megmaradsz mindörökre félő lénynek, hát már ha megmaradsz, mert lehetséges, hogy szétítne téged is a könyvtáradon együtt. Gondold, mert nem csak a könyvtárad érkezett, hanem értünk is. De hogy van az érkez biztos, mert már megbocsát egy rendezés az. És azt mondja, hogy na, akkor is volna, sőt, még rosszabb, de elmúlna a félelmet. Oda se találnék! Ne, akkor teli van a világ szörny felvételi irodákkal. Itt a kis erdő sarkán is épült egy vadonatúj. Odafentről jól látni. Hiába bekapcsolódtunk a világ rémkeringésébe. Én is figyeltem az erdőszélről. Elég forgalmas, csak hogy tudunk a jelentkezők. Na jó. Feláldozom magam. Tehát ha mindenki ezt akarja. Mindenki úgy menti az étháját, a könyvtárát, a kis erdőjét, saját magát, a barátait. Ahogy csak tudja. Na jó, menj magadért, értünk,
elég fura egy helyzet. Nem is tudom, minek szurkoljak. Ugye sikerül neki, akkor soha többet nem lesz az a régi jógarát, aki volt. Miféle történeteket mesél majd nekünk? Olyanokat, amelyekben a szörnyek alul maradnak. Miközben ő is egy közülük, vagy belegondolni is rossz. Ezekre a könyvekre többet nem lesz már szükség. Mit csinálsz? Hogyan lehet ilyet csinálni? Az volt az egyik kedvence. Mintha nem is közénk tartozná, hanem közéjük. Érdekes feltételezés. Figyelemre méltó következtető képesség. Csak nem. Lehetséges volna, hogy te is? Ó, tudtam, ugye megmondtam, te is szörny vagy! Bolondok. Nem hiszem, hiszen nem is látszik rajtad egy cseppet sem. Az a jó. Mi még mit sem tudtuk a szörnyvilágról, de ami késik, nem múlik, tehát. Első lecke. Na mindenféle négy farkok, pízfőjök az igazi rémek. Nem a farkába járó tripla dobáló hordájuk a veszedelmesek. A legmagasabb rendű szörnyek azok, akiket nem is látszik. Akik különre épp ugyanolyanak, mint a többiek. Mint mondjuk én. Mert én az vagyok, a legmagasabb rend. Álló! Micsoda elavult kifejezés. Te, aki együtt teáztál velünk és hallgatod a félőlény történeteit, és te voltál az, aki a legjobban élvezted őket, mégis úgy tehetned? Második lecke. Senki sem születik szörnynek, de előbb-utóbb mindenki azzá válik. Elszegődik, felcsap, beáll, és az a leghitűbb szörny, aki előtte teljesen másféle volt. Mint mondjuk én, mert én az vagyok, a leghit. Jaj, nekünk! Végünk, elvesztünk! Magam sem fogalmazhattam volna pontosan. Gyere, segíts, Anton! Ostobán! Mit gondoltuk, mit láttam volna hét év, fél darab és hét alatt? Amerre jártam, mindenütt szörnyet bontottam! És tudomásul kellett vennem azt, amit nektek is valóban a szörnynek kell világ. Hát beálltam be én, és előbb-utóbb a legmagasabb rendű, a legkintűbb szörnynek közé küzdöttem föl magam. És akkor tudomásomra jutott, hogy mert az én valahai kisebbi már ellen a könyvtár fölötti káros kisbarzása, meg a félőlény miatt. Engem küldtek, hogy megoldom a problémát, én megoldottam. És akkor most jönnek a szörnyek. Jönnek? Már itt vannak, nézzetek rá, világos? A szeretkeren segélycsapatok, melyek rögbe és lerözölnék az erdőt, nem számítanak. A lényeg én vagy. Én, aki rárakom a félőlényt, közénk álljon. És most megyek, és megsemmisítom a könyvtárat. Megsemmisíted? Bizony. És mi, velük mi lesz? Ó, ami megkorítottakkal általában orhanyítani, csupálni, rakosgatni, ezután is kell majd. Előbb-utóbb beolvadtak a közszörnyek seregébe, és idővel már emlékezni sem fogtok rá, akik voltatok ezelőtt. Ti nem számítotok, csak a történetek, meg a történettudók. Csak nyugalom. Önuralom. Kezdődik a rémuralom! Segíthetek? Jó, jönnek! Itt a kezem! Mekkora kocka?
még csak a kezdet. Rettenetes volt. Ugye? Dermesztő. Hízeleg a kedves ügyfél. Szörnyű. Bizony. Jó a fejem! Mondjátok, hogy egy fejem! Igen! Egyetlen szemem! Ez kicsit kívül hiányosság! Ez roppantul bánt! Mennyivel jobb lenne, ha egy sem volna? Egy sem? Persze! Hát azt mondom, csak az igazi szubbeleték a belépőre! De hát, születési hiba. Senki nem bújhat ki a bőréből, ha van az az egy szem, hát van. Hanem az összhatás? Milyen jó esik hallani. Találó! Boldoggá tesz! A főnökeim sajna nem tartanak eléggé iszonytatónak. Szerintem emiatt az egyszer miatt. Sokalják! Azt mondják, hogy kültéri riogatásra alkalmatlan vagyok, legfeljebb a hivatali rémítésre. Irodába pazárom az időmet ezzel a pazar küllemmel. De a kedves ügyfél szavai lelket öntöttek belém. Na, mivel állhatok a rendelkezésére? Engem küldtek. Remek! Ügynökeim mindenütt ott nem van. Nem tudom, hogy csatang az én legrégibb és legjobb barátom. Csatang! Barát! Különös. Igazából azt akarom mondani, hogy kiről állíthatjuk biztonsággal a mai világban, hogy nem ügynök. Na, ugye? Lássunk hozzá. Titkár, titkárszörny! Mi van, mit nézel? Munkára. Igenis, főnök. Maradjál már! Neve! Ne tessék feltartani! Essünk túl az adatfelvételen! Mire jó az? Ne alkodékoskodjon a kedves ügyfél! Nekem juttatnak kell a jelentkezőket! Rendben, el kell mindennek! Neve! Félőlény! Állandó, bejelentett lakhelyek! Mi kísérdő? Rémszáma! Micsoda? Mit szerencsétlenkedsz? Az még nincs neki! Rémszámot kap akkor kap, ha itt kaptuk! Innen átveszem, na! Egy szóval a kedves ügyfél ugyebár szeretne fölcsapni. Igazság szerint én nem szeretnék. Nem? De az egy csatlak barátom azt mondta, hogy úgy arra van szőrűve. Eredeti gondolat! És milyen szöntípus volna a legmegfelelőbb, hogy a se szeré, se száma a lehetőségeknek. Csak úgy bevezetésképpen nagy családunk ugye kettő fő csoportra osztható, hogy mint külső és belső rémek. Nem is tudom, melyik ezt mondjuk kevésbé a fogam. Így nem megyünk semmire, ha a kedves ügyfél folytonosan félbeszakít! Ha javasolhatok egy áthidaló megoldást, kezdetben talán célszerűen általános szörnek jelentkezni, és később hagyni a szakosodást. Igen, igen, az egészen jólnak látszik. Jaj, nekem szörnyen izgulok. Szörnyen? Jól halad! Utolsóban leszek az első, félő lényegből a legvelőt rászófak. Ja. Készen? Készen? Mire? Hát a próbákra! A kedves ügyfél jelenleg egy ilyen szörnykezdeménynek, esetleg csillának nekem rügynek tekinthető. Vélegesíteni és rémszama ellen csak akkor tudjuk, ha kiálltam mindhárom fogcsikorgatót. És honnan? Hazamegy, és vállal van ennek következményét. Mindenre félőlény marad. Bárha megmarad. Igazából fasírta csinálnak magából, vagy fasírta félj magát. Mindegy, a végeredmény egész ugyanaz fasírt. Azt már nem. Igen, ugye? Föl a fejjel. Engedje meg, hogy irodánk jelszavával bátorítsam. Szörnyen nehéz szörnyé válni, de megéri, ha megéri, és hogy megérte, megadja, ha megéri. Figyelem! Az első próba következik. Az első legyőzendő szörny. Az abszolút csúcsszuper, a fő, az élenjáró, a nagy tökény, ha szól a nagy tökény. Rajta!
nézhetsz, illetve megnézheted magad. Már látsz? Mennyi bajom volt, amit nem láttam? Tessék csak, tessék! Hogy érted, hogy tessék? Rémíts meg! Ezért vagy itt, nem? Megmondjuk én is. Hogy rémítsek meg egy ilyet, akire még ránézni is tettem? Egy első, egy élenjáró, egy abszolút csúszszörnyet, egy ekkora nagy tökét. Mit aggódás? Egyes hódolóim szerint a pokolbéli ördögre lehet nézni. De rám nem. És te tényleg tökély vagy? Ó, de mennyire? Elég közölöm áldozataimban, hogy én vagyok a csúcs! Az abszolút a netomád, és ők hisznek nekem! Rémületükben megvérülnek, és én akkor lecsapok rájuk! Hányá! A hátam? És hogyan csapsz te rájuk? Megsemmisítően. Hogy én mennyire félek? Mennyire? Amennyire csak egy félelem képes az ilyesmire. Nálam jobban még soha senki. Ez maga a tökéletes félelem. Tökéletes? Ezt volt persze mondani nekem? Hát ide figyelj, te tökéletlen. A nagy tökény én vagyok, tehát a világon én félek a legtökéletesebben is. Oké. Próbát megálltam! Ki akarok venni innen? Jaj,
a belső gombó. Tessék ellátni a belső gombóját. Mikor vagy fog? Én előnyomban. Tessék szépen hárman előre lépni. Egy. Kettő. Három. Csak sinyert! Visszamennék inkább. Hé, ha-hó, ha-li-hó, van itt valaki? Ki az? Vártam. A belső. Én nem vártam senkit, úgyhogy én most talán... Nem mész te sehova! Várj csak ellenem! Hiszen nem is látlak. Egy látható rémmel könnyű kikezdeni. Ha láthatod a szörnyek az igaziak, mint én! Bánj el vele! Lássuk azt az elvárást! Hogyan csinálja? Az már nem az én dolgom. De tudnod kell, jelenleg még csak külső kongó vagy. Mert a kongó mindig ott áll munkához, ahol legjobban érvényesülhet a kongása. Vagyis ahol ül van. De hát ki ül? Figyelj! Ez csak a kezdet! Mi lehet még? Mi? A külső kongás az áldozatot belül is üresé teszi. Elpárolok minden, ami benne volt, és belé kuszka, kint ül. Ez egyre üresen, tökéletesen kiürül. Ekkor a kongó belé bújik, vagy belső kongóvá válik, és oda bent szól tovább. Amíg csak az áldozata bírja. De mit gondolsz? Meddig bírhatja az, aki üres? Hallgass! Azonnal hallgass el! Vigyázz! Fogy az idő! Egy boszorka van. Mit csinálsz? Három fia van. Iskolába jár. Milyen jó volt? Másik bocska van. Hagyd abba! Egyre közelebb voltam hozzád! Elég jó! Hagyd abba! Hát ilyetek, el mi bánta? Félek, de el nem némulok. A mamámtól tanultam is. Egy boszorka van. Köszönöm a
tanácsot. Előbb a munka, azután a pihenés. Előbb a kínhalálok, majd az utáni halálok. Szóval, jössz, jössz, erre csak közelítesz. Én meg rád lezettek a lábra, a mocsára, az ingoványra. Azt már esélt és megfulladt. Ha csak... Hapcsi! Gyere! Gyere! Megyek már! Megyek, várj! Egyetlen módon akadályozhatod meg a csúfos véget. Amikor nem is sejtem, hitelen rám fogsz és elfülsz. Na érted? Érted? Na gyere! Gyere! Megyek? Már! Megyek, várj! Meg sem próbálsz elfújni! Megbabonáztál! Griff,
szírni. Két X is megteszi. De nagyon is jól tudok. Ja, hát akkor remek, rájta. Attól tartok, én méltatlan vagyok rá. Ha jobban belegondolok, a nagy tökély puszta kevésségből semmivé félte magát. Szóval nem én győztem le. A belső kongon pedig megfutamodtak egy kis dalocskától, amiről végképp nem tehetek. Szóval, ezek a rettenetes próbáitok? Nem tudom, mit kellett volna tennem ahhoz, hogy ne álljam meg őket. Ne akadékoskodj! Légy volt, akkor közénk léphetsz! Írd alá, mit hacakolsz! Nem tudom. Nehogy nem! Ezt nem teheted! Be kell lépned! Ez mágában sincs. Mi van? Maradnál inkább félő lény? Inkább félő lény, mint fenniázó felfutója. Amikor a Lidérc fény rájött, hogy nem tudom elfújni a fényét, akkor elfújta ő maga, szándékosan, a tűszentéssel. Szóval nektek mindegy? Aki ide belép, abból szörny lesz mindenképp. Ez a dolgunk, szörnytárs. Mindenkiből rémet kell faragnunk, aki ide beteszi a lábát. Ez a mi nagy és szent feladat. Már pedig belőlem nem farag semmit. Mi van? Fackázol veled, te félő lény? Jobb, ha engedelmeskedsz! Vigyázz, mert a végén még belekedsz. Mi? Hát te nem félsz tőlem? Úgy látszik. De jobb, hogyha ellenőrizzük. Kérlek, ordíts még egyet! Lesztes! Én vagyok a félelmetes sátáni nagy iszonytató! A rettenetes erotaszer! Azt hiszem, az is maradsz. Kérlek, tessék itt tőlem félni! Azt hiszem, hogyha már akarnám semmit. Tessék már megpróbálni! Elegem van a próbákból. Na, Isten áldjon. Ne menj vagy! Most készül egy nagyszerű szörnyavatási szertartás. Így kell lenned, kell! Minden köszön a társajában tartja majd a marsalbotot. Látod, milyen nagyszerű? Látom, milyen nagyszerű. Csata. Ki a te barátod? Hát, sok van, itt közülük minden. De vagy a legrégebbi és legjobb. Áruló! Hogy? Ilyet hiszem, mert mégis közénk tartozol, nem de? Nem, nem igaz. Nem tartozom közétek. Nem, nem álltad meg a próbákat? Irodaször! De megállta! Én mondtam neki, csak hát az a baj, hogy itt próbáltuk, de nem volt hajlandó belépni. Visszaminősítelek, felmondtam az kocsak fejét! Ne kérem, beszélj neked egy közördök! Ő is megmondhatja, hogy én mindent megtettem. Hallj már egy szót! Én mentegessem az egyik rémet a másik előtt. Ez azért mégiscsak túlzás. Na, minden jót. Egyétek egymás békében. Na, hi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 h
ami neked is haza volt valamikor. Ki tudja. Hát nekem még mindig a hazám, ugyanis általában az otthonom az egész szörnyvilág. Így hát már a kis erdő is. És egyébként is. Fölösleg is elsietsz. Hogy? Tudod, miért részesültem ekkora előléptetésben? Tudod, miért avattak engem vezérszörnyé? Mert meghódítottam a kis erdőt. Nem, az nem lehet. És a könyvtárom? Meg semmisítettem. Tárom. A kis erdőm. Látom, a vizsgálod már. Számodra csak egyetlen egy lehetőség maradt. Aláírod a belépési nyilatkozatot. Több próbára nem is lesz szükség. Régi barátságunkra való tekintettel elnézem neked. Több próbára nincs is szükség. Mindent elengedek neked. Ilyen nagyszerű ajánlatot kár visszautasítani. Na, mit szólsz? Mi az, hogy elengeded? Hogy nincs többre szükség?
hiszen a rettenetes és fogcsikorgató próbák mindegyik egy csalás volt. Lelet, lelet! Én mondtam neki, hogy nincs. Csak! Lelépni! Már értem, miért van fel veled a kavitát. Mert szörnyével éppenséggel könnyű. Nagyon könnyű. Emberi szörnyű. Már az a nehéz. Hiába vagy okos, akkor is csak egy félő lény maradsz. Te már nem ismersz engem. Én viszont most kiismertelek téged. Ha marad benned valami abból a csatornból, akivel régen együtt teáztam, akkor tudod, mit gondolok rólad. De ha nem, akkor már úgy is mindegy. De hát a barátom! De hát a egyetlen barátom! Már te érts meg engem! Én küzdöttem, de a túlerő! Én szerinted jó kedvem láttam Rének! Hát nem! Nem volt más kiút! Szegény csatorn. Azután gondolkoztam. Hogyha már be kell állnom szörnyek, akkor én legyek a legnagyobb közöttük. Ugyanis én a szívemben még mindig más vagyok. Én még mindig kis erdőbeli vagyok. És arra gondoltam, hogy belülről meg tudom változtatni a szörnyvilágot, meg én! És megváltoztattad? Egyedül kevés vagyok hozzá. De ha már te is belépsz, ketten leszünk. Két jó barát, akiket ősi szövetség köt össze. Hirdá! Szóval trükkez is. A sírás, a panaszkodás, az összeomlás. Nem írom. Ostoba! Akkor hamisítjuk a nevedet a papírra, amikor csak akarjuk. Ha úgyis mindegy, akkor minek az aláírásom? Hogy ne csak kívülről legyek az alattvalótok? Ne csak tessék-hásség, hanem belülről? Szőröstül, bőröstül? Hát nem leszek. Szerencsétlen! Meg akartam rövidíteni a kínjaidat, de ha nem, hát nem. Nem sokára térdenába fogsz tunyerálni, hogy szörnyi lehet, de akkor már késő lesz. Menj! Menj vissza nyugodtan a kis erdődbe, ami már nincs! Menj vissza a kőtárathoz, ami már nincs! És menj vissza magadhoz, aki te már nem is létezel! Menj el! Megfogom magam! Na, most csak belejöttem. Hol vannak a többiek? Azok ott, a tépatok
de akkor tudnám, mi vagyok. Rém nem, az egyszer már biztos. De már félőlén sem. Akkor mi? Teázzunk, úgy, mint rég. Itt vannak, lehet egy kicsit hátrébb vonultak, de semmi sem tarthatja vissza őket. Dehogy nem. Persze a történetek, csak hogy nem maradt előlük egy sem. Dehogy nem. Az olvashatatlan. Én emlékszem mindenre, az egész könyvtár, összes történetére. Lehetetlen. Pedig igaz, a szörnyek rettető ostobák. Nem tudják, hogy hiába égetik el a könyvtárakat. Hiszen a történetek bennünk vannak. És amíg a történeteinkben legyőzik a szörnyeket, addig talán van esélyünk rá, hogy majd a valóságban is alul maradnak. Világos, csak amit csatunk, tehát azt nem veszi be a gyarul. Hogy erre valaki ennyire nyolja? Juhi, mostanában én is éppeleget töprektem a szörnyeken, és különös gondolataik támadtak. Mert az igaz, hogy ők tettek félő lényé, de nélkülük az odumból sem mozdultam volna ki soha. Javas. Lehet, hogy ezt a szörnyeknek köszönhetem? Mi? Lehet, hogy szörnyekre van szükségünk ahhoz, hogy valaki vélegyünk? Nem, nem is mutassák. Álljunk. Gyerünk, mondj egy mesét, valami hármelyiket! Gyerünk! Ha jók vártok, egyszer volt, holnap volt, igen. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! De most nem olyan történt a fogokon, de amit a könyvtárban olvastam. Nem olyat, amit ti már hallottatok. Hanem valami mást. Arról fog szólni, hogy a szörnyek hogyan próbáltak szörnyíteni a félőlényt, és hogyan buktak bele. Ezt fogom elmesélni. Hogy hogyan lett a félőlényből egyszer és mindenkorra élő.